Sok családnak jelentett segítséget tavaly, hogy egy hatalmas, árnyékolóval védett homokozót állított fel az önkormányzat a Szent István téren. A gyerekek egész nap játszhattak az előre kikészített eszközökkel, de közösségi programokon is részt vehettek, ahogyan szüleik is. A nagy sikerre való tekintettel idén-nyáron is biztosítják a szervezők az aktív kikapcsolódást. Most is lesz zumba, pilates, gerinctorna és babamama torna. Az aktív főtér gyakorlatilag az EB kezdetével már elindult, hiszen az EB Garden várja az Európa labdarúgó bajnokság alatt az érdeklődőket. Erre csatlakozik rá akkor július 3-ától az óriás homokozó is, ami 9 órától 19 óráig várja a piciket szülői kísérettel. Ugyanúgy kihelyezésre kerülnek majd a csocsó pingpongasztalok, az óriásak, és amiket már az érdeklődők megszoktak. Idén a tavalyi évvel ellentétben a vizes baba eszközöket is ki fogjuk helyezni. Mindezek mellett munkába áll a nyári ajándékgyár is az óriás homokozó közelében. A karácsonyi adventi ajándékgyár sikerére felbuzdulva a nyári változatát fogjuk megvalósítani. Ugyancsak július 3-ától indul a tanszergyár, ami ugyancsak augusztus 8-áig várja az adományokat, az újpesti rászoruló gyermekeknek várunk különböző felajánlásokat, iskolai tanulás elősegítő eszközökre gondolunk, úgy mint színes ceruza, atlasz, szótár, füzetek, iskolatáska. Az EB Garden tehát már látogatható, az igazán aktív programokon pedig július 3-a és augusztus 8-a között vehet részt mindenki, akinek csak kedve tartja és ideje engedi.